egyre durvább a hangnem a parlamentben. Az utóbbi időben többször is előfordult, hogy férfi képviselők személyeskedő hangnemben lekicsinylő szavakat kiabáltak be női kollégáik felszólalásai közben. Egy fideszes képviselő Dúró Dórától felszólalása közben kérdezte, hogy ki vigyáz a gyerekére. Tavasszal egy LMP-s képviselőnőt kértek számon, igen alpári stílusban. Ercsei Katalin a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Bevallom őszintén, én nem vagyok ilyen harcos feminista, és hú, és tűzön vizen keresztül, és kihasználva az, hogy most aztán nők jogaiért kiláncolva, nem azért, mert nem értek vele egyet, hanem nem ilyen alkat vagyok. De igazából, ha lenne bicska zsebemben, valószínűleg kinyílt volna azon mondatok hallatán és olvasván, amiket a férfi képviselők mondanak a parlamentben a nőknek. Nem azért, mert hogy férfi mondja a nőnek, így plusz van rajta még egy lapáttal, hanem egész egyszerűen mi ez a stílus? Tehát mi az, hogy te ebben ne pofálsz bele meg, tehát ilyenek? Ugye ez két dologról szól ez. Egyrészt az, hogy ha több nő lenne a parlamentben, egész egyszerűen ez nem fordulhatna elő. Miért gondolja? Azért azt gondolom, akkor fogalmazunk, hogy nem én lennék az egyetlen, aki szóvá teszi. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ha több nő lenne, akkor egészen egyszerűen más hangulat lenne, mint ahogy most is előfordul, például a női vitanapon, hogy mindenki arról beszélt, hogy egészen más a hang, nem egészen más a stílus, valahogy normálisan tudunk egymással beszélni, amikor többségben vagyunk nők. Ez az egyik, tehát ezért adtuk be például ma egy több párti, vagy legalábbis több pártinak indult módosítót a válaszolgi törvényhez. A másik pedig az az, hogy ugye amit említette a feminista stílusról, Magyarországon teljes tévképzet van erről. A nők nagyon sokáig eddig azt gondolták, hogy nekik igazodniuk kell a férfiak stílusához, és akkor lesznek igazán jogokkal bíró, egyenrangú, esélyegyenlőséggel bíró felek, hogyha átveszik a férfi stílust, és szerintem teljesen tévedés. Abszolút, de itt már nem is női-férfi szerepekről van szó. B betűvel kezdődik az a szó, amit egész egyszerűen kimondanék, és unkósággal fejeződik be. Tehát így beszélni egy másik emberrel, hogy mit pofázol bele, kisanyám, akkor Vadai Ágnesnek mondták azt, hogy vetkőz Ági, hol a bébidoll, miről álmodik a lány, vagy Dúró Dórának, hogy kivigyáz a gyerekedre. Mi van? Tehát milyen stílus ez? És azt jól olvasom, hogy ez mind fideszes, kereszténydemokrata képviselő szájából hangzik el? Hangzott már el nők egy gyalázó kifejezés a másik oldalról is, ez pártsemleges, de azért elsősorban nyilván a kétharmados, ahogy Kaufer Virág mondta, vérből kétharmados többség az, ami úgy érzi, hogy mindent megengedhet magának. És ilyen szempontból nem csak a nőkkel szemben, hanem egymással szemben is eldúlult a hang, nem minden, mind a két oldalon. Azt is kell mondjam, ezt belőlünk is a legrosszabbat hozza ki. Tehát azt érzem, hogy az elmúlt hét a parlamentben egy rémálom volt. Tehát egész egyszerűen nem juthattunk volna el idáig, és azt gondolom, és tényleg azt hiszem, és ez egy, azt gondolom, hogy be kéne bizonyítani, hogy egész egyszerűen, ha nem 91%-os férfi többség lenne, akkor más lenne a hang. Nem, a nők nem bírnak így, egész egyszerűen nem bírnak így kommunikálni. Emberekkel. Az, hogy társalognak, az egy dolog. Vitáznak, a vitának is ugye van, kéne, hogy legyen egy kultúrája. Utána pedig rólunk, az egész magyar lakosságról döntenek azokkal a törvényekkel, amelyeket megfogalmaznak, megszövegeznek, megvitatnak, majd rányomják az igen gombot. Onnantól kezdve az szabályozza a mi életünket. Ebbe a millióbe, a választott képviselők milliójébe az, hogy ne pofász bele, kisanyám, ráadásul azt lehet tudni ilyenkor? Tehát abszolút beazonosítható, hogy ki mondta? Ugye az érdekes az, hogy a néző ezt nem hallja. Tehát a mikrofonokon keresztül nem jött ki a tévénézők felé. Mi pontosan halljuk, és általában az levezető elnök is hallja. Na most szerintem az például elég nagy hiba volt, egy pár évvel ezelőtt, kvázi a bekiabálás, ugye ez egy parlamenti műfaj, mondta valaki, és kvázi ennek legitimitást, sőt bátorítást adtak. Nemrég Kövér László azt mondta, hogy aki bekiabál, az legalább odafigyel, ez persze igaz, de azt gondolom, hogy a bekiabálás, tehát
ahogy nem beszélek otthon, a családommal, vagy a munkatársaimmal, vagy tényleg a kutyámmal se beszélek, úgy talán ne beszéljek azzal, akivel meg kéne egyeznem. És itt a dolognak a lényege, ők nem megegyezni akarnak. Tehát mi azért jöttünk ebbe a parlamentbe, mert azt gondoljuk, hogy ennek véget kell vetni, és most szerintem rosszabb állapotban van a ház, mint bármikor 20 éve. Az, hogy mit pofázol bele, kisanyám, ezt ugye Szabó Tíma LMP-s képviselőnek mondta, Tasó László Fidesz képviselője, ezt is hallotta? De például, amikor a köznevelési törvényről vitáznak, és hogy a gyerekeinknek erkölcsöt, jó modort, tehát hogy neveljék is őket, ne csak tanítsák, és akkor egy, gondolom, hogy Tasó László is édesapa, ha nem, akkor meg remélem az lesz. Tehát, hogy így beszél egy másik emberrel, akkor ő egyébként milyen jogalapot formál arra, hogy ő megmondja, hogy törvényileg mire neveljék az én gyerekemet, hogy hogyan viselkedjen, miközben aki a törvényről szavaz, az simán megengedi magának, hogy egy embertársának azt mondja, hogy mit pofázol bele, kisanyám. Azért ne felejtsük el, hogy nagyon súlyosan kontraszelektált ez a ház. Tehát azt gondolom, hogy tényleg azt lehetett beküldeni ezzel a kétharmados ugye, várakozással, hogy valószínűleg a Fidesz kétharmadot fog kapni, akit csak akart a Fidesz. Tehát tényleg egy hintalovat megválasztottak volna Fidesz felirattal. Most ez azt jelenti, hogy, és ugye a politika presztízse nagyon alacsony, tényleg olyanok mentek be, akiket otthon őszintén szóval nem sok mindenre választanának meg. Egyébként az adott képviselő is majd bejárt több pártot, kezdte a szocialista pártnál. Honnan tudja, hogy otthon nem sok mindenre választanák meg? Az adott képviselő esetében ezt konkrétan tudom, de nagyon sokan vannak, akik egész egyszerűen kontraszelektáltak, hiszen az egész politikai elit az elmúlt 20 évben megélhetésre ment, és pontosan ez történt, ugye kinyilatkoztattak, és másképp viselkedtek. És ez mindennapos. Hogy az is valamelyik képviselőtársa nyilatkozta, hogy Soltész Miklós kereszténydemokrata államtitkár és Pörzse Sándor szokott előszeretettel személyeskedni. Nem tudom, hogy bármelyik kinyilatkoztatás, amiket én azért előbb idéztem, köthető-e hozzájuk vagy máshoz, de hogy ők előszeretettel személyeskednek? Hát az, hogy az a kormánypárt, ahol MSZNP és SZDSZ és mindenféle egyéb pártokat megjárt képviselők hemzsegnek, előszeretettel SZDSZ-ezik a házban, a kommunistákról nem is beszélve, az szinte mindennapos. Az már súlyosabb, amikor valakinek semmi más mondandója nincsen, mondjuk egy interpeláció. Halász János ilyen, Soltész Miklós ilyen. Tehát amikor valaki azzal kezdi, kérdez valamit mondjuk egy szocialista, és akkor azzal kezdi, van annak valami furcsa bája, hogy ön ezt kérdezi, aki 8 év. Ez annyira szánalmas, hogy tényleg az ember csak azt gondolja, hogy ezt sehol máshol nem lehetne megcsinálni. Hát én is ezt gondolom. Tehát ott ül egy kormánypárti férfi képviselő, és oda szól egy ellenzéki hölgynek, nevezetesen most mondjuk Vadai Ágnesnek, hogy vetköz Ági, hol a bébi dolog. Mondjuk, aki mellette ül férfi, aki nem szól, tehát nem utasítja helyre. Azon is csodálkozom, hogy Vadai Ágnes ilyenkor nem szalad oda, és úgy vissza kézből. Tehát ha egy nőnek ilyet beszólok, hogy vetköz kisanyám, tehát az a minimum, hogy na, inkább nem mondok semmit. Ez az elképesztő ebben, hogy tulajdonképpen az elmúlt 20 évben ebbe beletörődtek a férfiak, akik többnyire ezt a stílust megengedik maguknak, és beletörődtek a nők is. Tehát olyankor valahogy nincs azt gondolják, hogy ez része szünet. A dolognak. Tehát a házelnök nem mondja azt, hogy na, a maga ott a jobb harmadik sorba álljon fel. Mit mondott az előbb egy képviselőtársával? Ez de sajnos egy nincsen. Amióta mi ott vagyunk, én egy fogadalmat tettem nyílt színen, úgyhogy muszáj be is tartanom, és be is tartom. Én minden ilyen esetet szóvá teszek. Minden egyes ilyen esetet. Azt gondolom, nem nekem kéne. Azt gondolom, hogy Lázár Jánosnak kéne elsősorban, vagy Harag Péternek, vagy a házelnöknek, de ha ők nem teszik, akkor megteszem én. Hát hírt adunk róla. Köszönöm szépen, hogy itt volt.